A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban egy kicsit jobban megismerhetjük az Alba Régia táncegyüttest, aztán ellátogatunk egy érdekes hölgyeket érintő konferenciára, de mindezek előtt megmutatjuk, hogy milyen is az, amikor különleges képességű gyerkőcök koncertet kapnak ajándékba. Tartsanak velünk! Megénekeltette, megmozgatta az ezredéves és az Arany János általános iskola diákjait a Pitypang együttes a Köfén művelődési házban. A koncert lehetőségét a Kisgyémántok gyermekeket támogató egyesület és az intézmény közösen teremtette meg. Az egyesület 5 éve működik, baráti társaságok, családok finanszírozásával elsősorban hátrányos helyzetű családokat támogatnak. Ebben az évben most már a 3. ilyen jótékonysági koncertet szervezzük, és nagy öröm nekünk, hogy a Pitypang zenekar is igent mondott erre a felkérésünkre. Márciusban és áprilisban az Alma együttes, illetve a Kalapjakab volt a színpadon, és most pedig a Pitypang zenekar, akit nagyon imádnak a gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy őket is meghívjuk, és ők is szerezzenek egy kis boldog pillanatot nekik. Ezek a gyerekek is fontos, hogy megkapják azt a fajta élményt, amit úgymond az egészséges gyerekek, és jó, hogy ők is itt lesznek, és átélik ezt az élményt többi egészséges társukkal együtt. 2, 3, 4! Hát azt hiszem, hogy bemelegítettük gyerekek, úgyhogy hogy gyakoroltuk az elején. Kérem a kezeket a magasba, és jövőjön! Az egyesületünk 5 éve működik, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat támogatunk, főként programokat szervezünk, tehát olyan programokat, amire ezek a gyermekek, ezek a családok nem tudnának anyagi forrás hiányában részt venni, wellness fürdőbe visszük őket, moziba visszük őket, most éppen ugye ezt a szuper koncertet szerveztük nekik, tehát próbáljuk élménnyel gazdagítani őket a szürke hétköznapokban. Pillanatnyilag főként baráti támogatásból tartjuk fent magunkat, és bízunk benne, hogy jövőre már az adó 1%-at is tudjuk majd igényelni, és ezzel is tudjuk segíteni a rászorulókat, illetve további programokat szervezni a gyermekek részére, úgyhogy egyelőre baráti forrásokból, család segítségével, úgyhogy az elmúlt 5 évben nagy segítségünk nem volt. Amit segítséget kapunk, például itt is a Köfén művelődési háztól, hogy ide szervezhetjük a koncertet, úgyhogy ez egy hatalmas segítség a részünkre. Ugyanígy például a mozitól is, Cinema Citytől is kapunk támogatást rendszerint, hogy el tudjuk vinni a gyerekeket egy jó kis műsorra, egy kis mesét megnézni, úgyhogy ilyen jellegű adományokat szerencsére kapunk. Évről évre nagyon szívesen adunk helyet a Kisgyémántok gyerekeket támogató egyesület rendezvényeinek. Általában egy-egy koncerttel szoktak jelentkezni. Nekem nagyon tetszik Nagy Zsoltnak a hitvallása, aki a gyermekeket támogató egyesületnek az elnöke, hogy elsősorban élményt szeretnének adni a gyerekeknek. Természetesen ők másképpen is támogatják a gyerekeket. Hallottam már arról is, hogy játszótereknek játékokat juttattak. Nálunk az élmény a legfontosabb. Ebben az évben már a 3. jótékonysági koncertet szervezte meg az egyesület. Korábban az Alma együttes és a Kalapjakab volt a vendég, most pedig a Pitypang együttes szórakoztatta a gyerekeket. Szerintem minden gyereknek kivétel nélkül fontos, hogy találkozzon az élőzenével. Ez az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a gyerekeknek el tudjuk vinni az élőzenét. És teljesen mindegy, hogy milyen gyerekről van szó. Ez mindenkinek lételeme a zene, ez mindenkiben benne van, mindenkiből valamilyen hatást vált ki, és szerintem terápiás jellegű. Úgyhogy ennek a közönségnek pedig végképp szüksége van kifejezetten az élőzenére.
Saját és örök érvényű dalokkal, táncos, varázslós énekekkel készültek a kisebbeknek és nagyobbaknak az együttes tagjai. Az ezredéves iskolából 90-en az Alba Volán támogatásának köszönhetően érkeztek a koncertre. Mi egy speciális iskola vagyunk, speciális intézmény, tehát óvodától egészen olyan 25 éves korosztályig tanulnak nálunk a gyerekek, és ezekkel a srácokkal érkeztünk. Nagyon fontos számunkra valóban, hogy ilyen programokon részt vehetünk, hiszen így a gyerekek is kapnak egy olyasmi élményt, amihez nem feltétlenül jutnak hozzá más alkalmakkor. Az Arany János iskola autista csoportjaiból 25-en vehettek részt a programon. A koncert az autista gyermekek számára is különleges élmény. Azok, akik szenzorosan érzékenyek, nekik vannak kisebb méretű problémájuk a zenével, de nem magával a zenével, hanem a hanggal, hogy nagyon erősek, és vannak olyan gyerekek, akinek ez akár fizikai fájdalmat is jelent az erős hang, őket is próbáljuk szoktatni, különböző zajvédőket használunk, és így igyekszünk, hogy minél közelebb kerüljünk többséghez. Gyere ide, szállj be gyorsan, jaj, le ne maradj, repülők, mint a madarak. A jó kedv, a vidám hangulat betöltötte a színháztermet, több mint 100 gyermek énekelt, táncolt a Pitypong együttessel közösen. Azok a nézőink, akik rendszeresen követik adásainkat, talán már tudják, hogy a műsorban igyekszünk bemutatni egy-egy tánccsoportot időről időre. Tesszük ezt azért, mert a Székesfehérvári Táncművészek Szövetségével a Fehérvár Televíziónak van egy ilyen megállapodása, hogy amennyiben tehetjük, akkor a legszélesebb körben megpróbáljuk ezt a palettát bemutatni önöknek. Úgyhogy a mai műsorban is hívtam egy táncegyüttes vezetőjét. Ők ugyan nem tagjai a Táncszövetségnek, de őket muszáj megismerni, illetve kicsit jobban megismerni, mert hát nyilván mindenki ismeri őket. A majdnem 75 éves Alba Régia Táncegyüttesről van szó, akinek a művészeti vezetőjét, Majoros Róbertet köszöntöm itt a stúdióban. Köszönjük szépen a meghívást! Nagyon fontosnak tartom, hogy a ti táncegyesületetekkel, illetve táncegyüttesetekkel is kicsit jobban megismerkedjenek a nézők. Tudják azt, hogy milyen lehetőségek vannak, a kicsiket hova lehet vinni, milyen további tényleg lehetőségeik vannak a jövőt tekintve. De kezdjük egy kicsit talán azzal, hogy egy megtisztelő elismerés is ért titeket itt a közelmúltban, amiről nem tudom, hogy itt a televízióban mennyi szó esett, híradásainkban talán igen, de egy Csokonai Vitéz Mihály díjat kaptatok. Ugye augusztus 19-én, úgyhogy ehhez pedig szeretettel gratulálok. Köszönjük szépen. Igen, már beszéltem erről, de nagyon szívesen erről többször is van kedve az embernek beszélni, mert tényleg az amatőr néptánc mozgalomban azt gondolom, hogy egy nagyon rangos díj ez. Ezt legutóbb Botos József, mint magánszemély kapta meg ezt az elismerő kitüntetést, és most pedig az együttes is megkaphatta ezt. Úgyhogy hát nagyon büszkék voltunk erre, mert azt gondolom, hogy így a kultúra terén az egyik legrangosabb díj ez egy amatőr együttes számára. És hát nem csak ez az egy ilyen elismerés ért már titeket, majd erről is fogunk egy picit még később beszélni. Egy nagyon picit beszéljünk akkor arról, hogy mondjuk, hogyha valaki most azon gondolkodik, hogy a picurkát szeretné valamilyen tánc felé irányítani, és mondjuk a néptánc mondjuk a szülőknek a kedvence, akkor miért jó, hogyha titeket választ? Mi az, amivel ők gazdagabbak lesznek? Igen, a felnőtt együttesünknek van egy utánpótlás csoportja, az, akik egy művészeti iskola keretein belül működünk velük, tehát az Alba Régia Művészeti Iskola a mi iskolánk, ahol már igazából az óvodáskortól jöhetnek a gyerekek, de a művészeti iskolás beiratkozást azt a 6 éves kortól szoktuk így meghirdetni, de ez alatt van két óvodás csoportunk is, ahol már igazából 3,5 éves kortól már várjuk a gyerekeket. Úgyhogy nagyon örültünk, mert nagyon nagy létszámmal tudtuk elindítani szeptembertől ezeket a csoportjainkat. Ha így felmenő rendszerbe így végig sorolom, Lackó Kriszta, az óvisoknak a tánctanárnénie, két csoport indult ott, egy kisebb és egy nagyon nagyobb csoport.
nagyon szép létszámmal el tudtunk indulni, de aki még nagyon érez késztetést, akkor még be tudjuk őket fogadni. És onnantól kezdve pedig első osztályba is elindult egy külön homogén csoportunk, ott pedig Gál Hollosi Johanna, egy új munkatársunkat köszönthettük így a tanári karban. Nagyon örültünk, hogy fiatalodunk mi is, és új munkatársakat tudunk bevonni, és ott is azt vettük észre, hogy nagyon szép létszámmal, és fiúk is jönnek. Azért nálunk ez mindig egy fontos dolog, hogy ugye a magyar néptánc szépség a páros táncokban is ott van mindenképpen, és hogy azért a fiú-lány arány meglegyen, ennek nagyon örülünk, ha már kiskorban is ez egy csoporton belül jól működik. És akkor igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan 200 fő fölött jöttünk össze a művészeti iskolába így tanuló létszámügyileg, úgyhogy abszolút a várakozásunkat felülmúlt ez, de nagyon örültünk ennek. Hogy kell elképzelni a nálatok zajló oktatást? Beszéljünk arról, hogy mondjuk ez hogy néz ki gyakorlatban, tényleg hányszor járnak, milyen időpontokban, és mi az, amit így az osztályonként tanulnak. Igen, tehát ez egy művészeti iskola, tehát évvégén bizonyítványt kapnak a gyerekek, vannak elméleti, illetve gyakorlati tantárgyak is, de nyilván a gyakorlati tantárgyak a fontosak, tehát a gyakorlati órák azok a hangsúlyosak. Heti két alkalommal van minden csoportnak órája, ezt próbáljuk úgy elosztani, hogy a hétnek az egyik, illetve a másik felébe, hogy ne legyen nagyon közel egymáshoz ez a két próba. Általában, sőt, mindig másfél órásak ezek a próbák. És igazából a felmenő rendszernek megvannak nálunk azok a tantervi követelményei, hogy melyik évfolyamnak mik azok a táncok, dialektusok, amiket mindenképpen érinteni szoktunk és érinteni kell, ahhoz, hogy mire mondjuk felnőtt korukra oda kerülnek a Alba Régia táncegyüttes kapujához, hogy szinte mindent tudjanak már. Nyilván a kiskorba óvodások, illetve az alsós korosztálynak inkább a játék a lényeg. Tehát a játékos tánc, tehát a játékban már azért a táncot is belecsempészünk. Próbáljuk úgy belecsempészni, hogy ne azt érezzék, hogy most ez kőkemény munka, hanem mindig kitalálunk olyan játékos vagy olyan eszközökkel kiegészült gyakorlatokat, ahogy szinte azt érezzék, hogy ez egy jó játék, amit most meg kell oldani. Néha nehéz nekik, de amikor meg pár hónap, sőt már most igazából egy hónap eltelt azóta, hogy jöttek akár az új tanítványok, már most lehet látni ezt a sikerélményt a szemükbe, hogy amit mondjuk első próbán még nem tudtak megvalósítani, ezt most meg már teljesen könnyedén megcsinálják. Úgyhogy sikerélmény az mindenképpen kell a kiskorba is, ezen nagyon az új pedagógusokkal, akik idén csatlakoztak hozzánk, biztosak voltunk benne, hogy ők is így állnak hozzá, akár a Kriszta néni, Laszkó Kriszta, vagy akár a Johanna, hogy nagyon gyerekcentrikusak, és ez meg is látszik így a csoport létszámmal, meg a visszajelzéseken, hogy nagyon szeretik őket. Sikerélményt azért egy-egy fellépés is adhat, hogyha igen, jól igen, gondolom, fontos. Látom, akkor azért már egész pici korban is van lehetőségük. Igen, így az alsós korosztályban inkább, ahogy említettem, a játék, meg hogy szeressenek oda járni, egy közösség kialakuljon, de azért felsős korosztályban már elindulnak azok a fellépési lehetőségek, fesztiválok, megmérettetések, egyéb olyan dolgok, ami már a színpadhoz köti őket. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép dolog, mert aki egyszer ezt így egy kicsit belekóstol ebbe a színpadi létbe, azt gondolom, hogy az egész életét így végigkíséri, és nehéz onnan lejönni. Egyébként nem is kell egyébként, ameddig lehet nálunk egyébként a felnőtt korosztály után is van élet, a felnőttek után is a szenior csoportba lehet folytatni nagyon sokáig. Úgyhogy igen, a felsős korosztálynak már vannak olyan megmérettetései és olyan fellépései, ami igazából ilyen életformává teszi ezt a néptáncot nekik. Mennyire jellemző egyébként az, hogy mondjuk akik ebbe belekezdenek, azok tényleg végigviszik. Mert gondolom azért lemorzsolódás azért lehet, de akiket én tudok, hogy mondjuk kiskoruk óta néptáncoltak, azért azok általában maradnak is.
Igen, nyilván van lemosolódás, tehát én ezt nem gondolom, hogy akik kiskorban itt most elkezdték 50-60-an, azok mind a nagy együttesben egyszer csak ott lesznek, mert hát ennyit nem is tudnánk befogadni. És azt gondolom, hogy nem is ez a célunk, hogy mindenkiből úgymond hivatásos vagy majdnem profi táncosokat neveljünk, hanem azt gondolom, hogy ha már egy kis szeletét ennek meg tapasztalják, vagy belekóstolnak ebbe, akkor az tényleg az életükön át akár egy néptáncot szerető család lesz, aki utána hozza a gyermekét. És akkor van olyan, hogy a táncházba jönnek csak el családostól. Nekünk ez is nagyon fontos. Meg hát persze fontos az is, hogy az a kemény mag, aki nagyon kitartó és nagyon elhivatott, és akkor ilyeneket tudok példának hozni, akik most például a felnőtt együttesbe felkerültek ifjúsági csoportból. Idén elkezdték az egyetemet, valaki Pécsen, valaki Szegeden, valaki Budapesten, és hogy onnan is járnak vissza. Tehát ezek hatalmas, nyilván lemondásokkal járnak. És akkor ugyanezt mondhatom a felnőtt együttes régi tagjaira is, akik már évek óta ott vannak, és munka mellett, család mellett, gyerek mellett, gyermek mellett, meg ugyanúgy megoldják ezeket a próbákat. Tehát nyilván ez lemondással jár, de ad egy olyan életvitelt, ami viszont meg nagyon fontos nekik. A felnőtt csoportba egyébként hogyan lehet bekerülni? A felnőtt csoportba? Hát oda azért nem úgy, hogy szeptemberben jelentkezünk, hogy nekünk lenne kedvünk eljönni. Kétféleképpen lehet a felnőtt csoportba bekerülni. Egyik az a leggyakoribb, hogy a művészeti iskolánknak a felmenő rendszerébe végigjárják a gyerekek a létrafokokat, és akkor azokat a tehetséges és tényleg rátermett tanulókat, akiket mi is úgy gondolunk így a művészeti munkatársaimmal, hogy érdemesek és képesek egy ilyen komoly munkára, őket szoktuk felvételiztetni, és így kerülnek bele. Illetve van olyan, hogy egy másik együttesbe, egy másik város együtteséből egyszer csak vagy a család, vagy a munkahely miatt úgy hozza az életük, hogy Fehérvárra kerülnek, és nagyon sokszor van úgy, hogy onnan is nagyon szívesen befogadunk nagyon ügyes táncosokat, úgyhogy valahogy így. És mi a felső életkor határ, és mitől lesznek, mekkora életkortól lesznek szeniorok? Értem a kérdést, ez egy érdekes dolog, mert ez így kitolódott ez a korhatárnál, legalábbis nálunk. Aminek egyébként én nagyon örülök, mert általában az amatőr, nem hivatásos együtteseknek a nagy része, azok körülbelül így a 20-25 éves korú fiatalokból áll mostanában. És azért nálunk itt az Alba Régia Táncegyüttesben az mindig egy nagyon nagy pozitívum volt, hogy nem csak a fiatalok, hanem a 30-on túliak is itt szoktak maradni, és így egy tényleg egy érettebb, egy sokkal izgalmasabb tánckart tudunk mindig foglalkoztatni. Igazából mi soha nem mondjuk azt, hogy te már lehet, hogy egy picit idős vagy, ehhez menj a szeniorba, mert minél idősebb valaki, nyilván annál tapasztaltabb, és nekünk az nagyon fontos, hogy van egy idősebb generáció, és jönnek a fiatalok, és hogy látnak olyan mintát, hogy igazából nekünk külön erről már nagyon nem is kell beszélni, hanem csak bele nevelődnek ebbe. De egyébként nyilván a család, munka miatt sokszor van olyan élethelyzet, hogy abba kell hagyniuk, de általában egy-két-három év kihagyás után visszatalálnak a szenior csoportba, és ez is egy tök jó folyamatosságot ad az egésznek. Műsor elején beszéltünk arról, hogy elismerések. Hát rengeteg elismerést kaptatok már. Az egyik legnagyobb talán ez a Pulicska csoport, ami most felnövekedett, ugye? Ez hogyan tovább? Hát ők azok, akik így jöttek most egy az egybe az együttesbe, és a felnőtt együttes ugye eddig is egy nagyon sok olyan megmérettetésen, illetve műsort meg tudott oldani ezzel a létszámmal is, ami eddig volt, de most ez megduplázódott, úgyhogy a próbateremben most ilyen 24 párral dolgozunk, ami megint egy izgalmas és szerintem egy nagyon hosszú távon egy előremutató dolog. Úgyhogy most jó sokan lettünk, úgyhogy, de van szükség is van a létszámra, hiszen említetted, hogy jövőre leszünk 75 évesek,
és rengeteg műsor, illetve program vár ránk, úgyhogy kell hozzá a létszám. No, akkor még erről talán egy-két mondatot beszéljünk, hogy mi mindennel készültök erre a jubileumra. Éppen a napokban volt egy megbeszélésünk így a munkatársainkkal, hogy a 75 éves évfordulóra mégis milyen programokkal készülünk. Nyilván a színpadi, illetve az előadásaink, az a 4-5 program az ugyanúgy meg lesz, amit általában szoktunk tervezni, de emellett, ami számomra így egy picit még komplexebbé teszi, az, hogy megpróbálunk olyan beszélgetős és másfajta művészeti ágakkal kapcsolatos programokat is beletenni, ami szintén az együttes 75 évéről fog szólni, de nem egy színpadi produkció lesz, hanem egészen más. Gondolok itt különböző generációknak az élménybeszámolóiról, olyan dolgokról, ami egy beszélgető show lesz, ami nem arról fog szólni, hogy hány éve alakult az együttes, hanem olyan kulisszatitkokról, amit még lehet, hogy a nagy közönség előtt nem mertünk még elmondani, de ez most pont arra jó lesz. Tehát, hogy ilyen programokkal, kiállításokkal készülünk, illetve olyan, hát a színpadi programok az pedig mindenképpen a Táncvilág napján fog kicsúcsosodni, ahol a 75 éves évfordulónkat megünnepeljük. És ez még egy picit majd titok, hogy mi is lesz a témája, de már alakul, nagyon szépen alakul ez a műsor is. Na, akkor ezt nagyon nagy szeretettel várjuk. Itt még a beszélgetésünk végén akkor egy mondatot kérlek mondjál, hogy miért érdemes azoknak, akik még fontolgatják, hogy melyik fajta táncot válasszák, titeket választani. Igazából mindegyik tánc szerintem hatalmas élmény. Inkább azt szoktam mondani, hogy a tánccal kapcsolatban azért járnak jól általában a fiúk, lányok, mert azért ez egy társas lét. Tehát itt a fiúk, lányok, itt egész kiskorban kézen foghatják egymást, megfoghatják egymást, és egy olyan társ, először nem is a tánc szeretete lesz az első az, ami kialakul bennük, hanem egy olyan közösségi lét, egy élmény, ami úgy végigkíséri őket, és akkor szépen ezen kívül így rárakódik majd ez a sok-sok, akár a mi esetünkben a néphagyománnyal kapcsolatos rengeteg olyan gyönyörű dolog, ami nem csak a tánc, hanem a népdal, a népzene, a folklórnak a különböző hiedelm világa és a színpadi dolgokról nem is beszélve, de azt gondolom, hogy mindegyik táncban ezeket ugyanígy meg lehet találni. Úgyhogy igazából én nem mondom, hogy ez valamennyivel, valaminél jobb lenne, ez is egy nagyon szép műfaj, és akinek ehhez van kedve, azokat meg mindig várjuk szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél, és hát reméljük, hogy akkor hamarosan beszámolunk majd a terveitekről, amik már akkor megvalósultak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is. Miért engedi Isten nehézségek az életünkben címmel előadásra várták a hívő hölgyeket a Budai úti református templomban. A program legfontosabb célja az volt, hogy a nők segítséget kaphassanak a mindennapi problémák leküzdéséhez. Közös énekléssel kezdődött a Mezőföldi Református Egyházmegyei Női Konferencia szombaton. A Budai úti református templom megtelt hívő hölgyekkel, akik azért érkeztek, hogy egy jó közösségben egy érdekes témát körüljárva töltekezzenek a hétköznapokra. A konferencia szervezője szerint a mai világban a nőknek különösen szükségük van arra, hogy legalább egyszer egy évben legyen egy nap, ami róluk szól. Ebben a mai világban különösen a nőknek szükségük van arra, hogy legalább egy évben egyszer legyen egy ő napjuk, egy saját napjuk, egy anyanap,
és ez a Mezőföldi Református Egyházmegye szervezésében rendeződik meg, de itt a Budai úti református gyülekezetben minden évben, így ősszel, és mindig más téma körül járunk, és a mai téma a nehézségek az életünkben. Hát azt gondolom, ezt nem kell magyarázni, mindig van nehézség. Kisebbek minden nap, de ugye a nagyobbakat is, amiket azért egyre többször élünk át, tudni szeretnénk, hogy Istennek mi a véleménye róla, miben, hogyan kell megélni egyáltalán keresztényként a nehézségeket. A konferencia résztvevőit Berze János lelkipásztor köszöntötte, aki hangsúlyozta, a nők a család antennái, akik összefogják a családi életet, ezért fontos a példamutatásuk mások számára. Én azt gondolom, hogy erősebbek is vagytok, mint a férfiak, és már feladatoktok van, és azt gondolom, hogy mutassatok példát az elkövetkezendő, hogy a jelenlegi nehéz időkben azzal, hogy Isten perspektívájából tudtok tekinteni a életetek nehézségeire. A hölgyek ezt követően Pétótné Szakács Zita előadását hallgathatták meg. A nyugalmazott lelkésznő kiemelte, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy miért engedi Isten, hogy a keresztény ember életében nehézségek legyenek, akkor arra kell a hívők figyelmét ráirányítani, hogy Jézus Krisztus nem ígérte, hogy nem lesznek nehézségek az életünkben. Hozzátette, Krisztus is felvette a keresztjét akkor, amikor emberré lett. Végigcsinálta a nehéz utat, és közben nem mondta azt, hogy Isten célját nem akarja teljesíteni. Az ő követőinek pedig ezt az utat kell járni. Akkor, amikor így visszadobjuk Istennek a kérdést, hogy miért engedett, hogy bármi történjen, akkor tulajdonképpen el akarjuk hárítani, hogy nem mi vagyunk a felelősek, semmiért sem ebben az életben. Közben pedig a külvilág is nagyon hat ránk, és hát elég kinyitni a rádiót vagy a televíziót, és abban a pillanatban ott van az, hogy mennyi mindenért kellene aggódnunk, kellene, hogy féljünk, kellene, hogy az ember egy kicsit arra figyeljen, hogy most mit is akarnak ő benne elvégezni. És nekünk meg arra kell fókuszálni keresztény embereknek, hogy Isten mit akar bennünk és általunk elvégezni. És nem az, hogy ő engedi ezeket a nehézségeket, hanem ezek próbatételek. És nincs olyan ember, akinek ne lenne az életében próbatétel, és ebben egymást úgy tudjuk segíteni, hogy egy közösséghez tartozunk. És beszélünk a próbatételeinkről, meg arról, hogy honnan kaptuk a megoldást, kitől kaptunk erőt, hogy egyáltalán túléljük ezeket a próbatételeket. A lelkésznő hozzátette, a nehézségek leküzdéséhez tudni kell különbséget tenni a fontos és a sürgős dolog között. Ha erre képesek vagyunk, akkor nem a körülmények diktálnak, úrrá tudunk lenni a problémáinkon. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.